Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis kiderül, hogy miért pattantak a legkisebbek motorra. Ezen kívül egy jótékonysági rendezvényen is jártunk, és az is kiderül, hogy idén hogyan sikerült a Magyar Népdal napja. Jótékonysági sétát hirdettek vasárnap délelőtre. A 10 000 lépéssel a résztvevők nem csak saját egészségükért, hanem a Kerekvilágház alapítványért is sokat tettek. Jó hangulatban gyűltek a lépések a vasárnap délelőtti jótékonysági céllal összehívott sétán. Az MV kezdeményezésére a Kerekvilágház alapítványt segíthették a résztvevők. Zsuzsa édesanyaként vált érintetté, és hosszú évek óta dolgozik már ezen a területen. Mint mondja, kell egy otthon, ahol terápiás foglalkozásaikat tarthatják a gyermekeknek, és persze minden segítségnek örülnek. Nagyon-nagyon régóta dolgozunk a városban olyan gyerekekkel, akiknek nehézségeik vannak, magatartászavar, figyelemzavar, éretlenségek, mindenféle problémájuk van, nem tudnak jól megfelelni óvodába, iskolába, és a családok nagyon sokat szenvednek tőlük. Én magam érintett szülő vagyok, tehát nekem 3 olyan gyerekem nőtt fel, akik problémás gyerekek voltak az általános iskolás éveik alatt, és innentől kezdve nekem lett egy elhivatottságom, lett egy olyan hivatásom, ami mentén én élem az életemet. Aztán időközben kollégákra tettem szert, egyre több tanítványunk lett, kollégák személyében először, aztán természetesen most már a kis nebulók is, akik hozzánk járnak. Egyszerűen muszáj volt szert tenni egy otthonra. Az nem működik, hogy megyünk össze-vissza a bérlet, hol itt bérlünk termet, hol ott bérlünk termet. Szükség volt arra, hogy legyen egy bázisunk. És aztán hál' Istennek ezt megtaláltuk, a Kerekvilágházat a Mátirok útján. Az alapítványt pedig azért hoztuk létre, mert nagyon sok olyan család van, akik sajnos nem tudják megfinanszírozni azt, hogy a gyerekük hozzánk járjon. Ugye mi nem állami intézmény vagyunk, hanem magánszervezet. Ezt nagyon sokáig vállalkozásban is csináltuk, és aztán létrehoztuk ezt az alapítványt, hogy tudjunk segíteni azoknak a családoknak is, ahol egyébként ez kivitelezhetetlen lenne. Nagyjából hány családdal vagytok kapcsolatban, és ez Székesfehérvárra korlátozódik-e egyáltalán? Nem. Székesfehérvár az javarészt székesfehérváriak a tanítványaink és a családok, akikkel kapcsolatban állunk, de más megyékből is jönnek át hozzánk, Somogy megyéből nagyon sokan járnak, Siófok környékéről. Néha Pesten túlról is jönnek, de azt nem szívesen veszem, tehát ott már nagyon sok az utazás. Azért azt szoktam mondani a szülőknek, hogy én nagyon szívesen látok minden gyereket, akivel tudunk dolgozni, főleg ha a szülők meg tudják a logisztikát oldani. Tehát a városon azért jóval túlmutat a mi tevékenységünk. Hogy mennyi ideje csináljuk ezt, hát én magam már több mint 20 éve csinálom, a ház az most már 4 éve működik, és az alapítvány is most már a második évét tapossa, és hát az alapítvány nélkül nagyon-nagyon sok mindenkihez nem jutnánk el. Milyen fejlesztő eszközökre fordítható majd az az összeg, ami ennek a kezdeményezésnek a révén megvalósulhat? Mi az, amit terveztetek, hogy ebből szeretnétek? Látod, hogy fel is csillant a szemem, ugyanis hát mint minden alapítvány mi is azzal küzdünk és azzal szenvedünk, hogy az eszközeinket, azokat folyamatosan megújítjuk, és hát amit elhasználódik, azt cseréljük. Na most, mivel a pénznek mi is szűkében állunk, ezért most nagy boldogság ez nekünk, hogy végre olyan eszközökre tudunk szert tenni, amilyeneket szerettünk volna. Pótolni kell néhány labdát, rongylabdát, háromdimenziós ugrálóiskolát, egy pár ilyen apró dolgot, ami törékeny és kopik. De a legnagyobb vágyunk az, hogy a nagyobb terápiás termünknek a padozatát tudjuk kicserélni, mert az valamikor 2 szoba lehetett, és nem egyenletes, nem sima, nem egyenes a padlófelület, és most ezt szeretnénk ebből a pénzből megvalósítani, de egyébként más forrásból is bővítjük a háznak a rendszerét, most éppen kazáncsere előtt állunk, az őszi szünetben annak a cseréje lesz. 271 000 forint, ennyit utalnak át az alapítvány számlájára, hiszen a Székesfehérváron első alkalommal meghirdetett sétán a kezdeményezők azt vállalták, hogy megduplázzák a regisztrálók által befizetett összeget. A Székesfehérváron első alkalommal rendezzük meg ezt a találkozót. Tavaly Veszprém megyébe, Zircen csináltuk ugyanezt a találkozót, és nagyon-nagyon szép számmal, létszámmal. Körülbelül 250-en. Voltunk akkor is jelen, szerintem ma is leszünk annyian, csak most tére megszorultak egy picit. Székesfehérváron miért éppen a Kerekvilágházra és az azt működtető alapítványra esett az önök választása? Van-e valami kötődés, a munkakapcsolat, vagy egyáltalán, ami miatt őket választották?
Hát kötődés is van, személyes is, és azon kívül a Kerekvilágház Alapítvány vezetőjét, a Fekete Cseri Zsuzsát ismerjük most már kb. 20 éve. Tudjuk, hogy milyen nagyszerű dologgal foglalkozik, és azt is tudjuk, hogy ahol gyerekek vannak, ott pénzből sose elég. Nem sokat, de egy kicsit ezzel is tudunk segíteni nekik. Miből áll ez a felajánlás? Aki majd itt támogatja a távot, az mihez járulhat hozzá? Mit vállaltak önök? Hát a regisztrálnak az asztalnál 500 forinttal fejenként, kapnak hozzá egy kis ajándékot és egy ilyen bevásárlókocsi érme helyett egy kis kulcstartót, és az 500 forintokat azt összeadjuk egy gyorsan a végén, amennyi összejön, azt elutaljuk holnap az MV-nek, és az MV ezt megduplázza. Tehát az 500 forint helyett 1000 forinttal járul mindenki hozzá a Kerekvilágház Alapítványnak. És az MV Hungária Marketing Kft. Fogja ezt megduplázni, ezt az összeget, és nagyon örül neki, hogyha jó sokat tudunk adni. A Mártirok útján működő Kerekvilágház tavaly több mint 100 családdal állt kapcsolatban, és a mostani tanévben is sokan kérik segítségüket. A szülőkkel és gyakran a pedagógusokkal is tartják a kapcsolatot, így nyomon követhetőek a terápiák eredményei. Sokféle probléma leküzdésében segítik a gyermekeket. Alapvetően mozgásterápiával foglalkozunk, a legtöbben azért jönnek hozzánk, ezzel tudjuk az idegrendszernek az érési folyamatait újraindítani, és ezáltal a gyerekeknek a hiányosságait pótolni. Ezen kívül a beszédészlés és a beszédfeldolgozás folyamatában tudunk segíteni, és lágylézerterápia jelent meg nálunk, valamint reménykedünk benne, hogy logopédiai ellátásban is tudunk majd segíteni. Van egy nagyon kedves kollégánk, aki nemrég végezte a logopédiát, és szeretnénk, hogyha majd nálunk dolgozna. Mik a leggyakoribb problémák a kisgyermekekkel, akikkel önökhöz fordulnak a szülők? Nem tudnak beilleszkedni, túl mozgásosak, vagy éppen túl szégyellősek? Mi az, ami manapság leginkább előfordul? Hát, fel is sorolta. Így van, ezek a legnagyobb problémák, hogy a viselkedéssel, beilleszkedéssel, magatartással, önuralommal nem tudnak jól dolgozni a gyerekek. Akik hozzánk kerülnek, náluk a háttérben mindig van idegrendszeri életlenség. Kisebb, nagyobb a születéskori traumáknak a következtében oxigénhiányos állapot, a táplálkozásnak a problematikája, ez egy elég erős probléma mostanában. A lényeg, hogy az idegrendszeri életlenséget tudjuk mi ledolgozni. Azáltal lesz működőképes és jól működő a gyerek, hogy pótolja ezeket a hiányokat. Azokkal a gyerekekkel nem nagyon tudunk dolgozni, akik azért hiperaktívak, mert a családban helytelenül mennek a dolgok, esetleg a nevelési stratégia, vagy a szülők között olyan konfliktusok vannak, amik rá kihatással vannak. Megjelennek nálunk értelmi fogyatékos gyerekek is, bár ritkábban. Nagyon sokan vannak, akik kimagasló intelligenciával rendelkeznek, mégis nehezebben megy a tanulás, a beilleszkedés, a viselkedés. Nekik tudunk a lehető legtöbbet segíteni, hiszen a magas IQ hamar hozza az eredményeket. Nagyjából mekkora az az ellátotti kör, akikkel rendszeresen foglalkoznak, és miben mérhetőek az eredmények? Van egy mondhatjuk ezt, hogy szubjektív mérésünk, a családdal folyamatos kapcsolatban állunk, és ha lehetséges, akkor a pedagógusokkal, az óvónőkkel és a tanítónőkkel is, vagy tanítókkal. Az ő visszajelzéseik adnak nekünk támpontot arra, hogy hol járunk a fejlesztésben, meg mi is látjuk a gyereket nyilvánvalóan. Mérhető eredményeink, amit papíron tudunk vezetni, azok a mozgásában, a viselkedésében, az adekvát válaszokban, tehát a környezethez és a kérdéshez adott pontos és konkrét válaszokban, viselkedéses válaszokra gondolok most itt, azokban lehet mérni, és a tanulmány eredmény az, amelyik hozza magával a fejlődésnek a tényét. Tehát könnyebben, kevesebb energiabefektetéssel, önállóbban fogja tudni a jobb eredményeket hozni az iskolában. Ezek egyértelműek. Az alapítványunk az adományokból, elsősorban adományokból tartja fönn magát, illetve nagyon sok fejlesztésre van szükségünk. Mint ahogy mondtam, tavaly 100 családdal álltunk kapcsolatban, teljesen tele volt a ház, tehát nem tudunk már több gyereket fogadni. Nagyon szeretnénk, hogyha egy központ tudnánk lenni itt Fehérváron, ahol egy komplex ellátást tudunk adni az hozzánk forduló gyerekeknek. Ehhez bővítenünk kell az épületet, a helyszínt, bővítenünk kell a terapeutáknak a körét, tehát nem csak, ahogy említettem, nem csak mozgásterápiát, hanem mást is szeretnénk bevonni ebben a komplexitásba. És ehhez bizony nagyon-nagyon sok pénz kell. És egy-egy ilyen alkalommal mindig meghat minket, és mindig a szívünkben tényleg egy fény gyúl, hogy emberek eljönnek és áldoznak azért, hogy
hogy megvalósítsuk azokat a dolgokat, amivel nyilván mi is tudunk segíteni, de hát mégiscsak, ezt nehéz elmondani. Tavaly is a Szent Martin koncerten nagyon-nagyon meghatódtunk. Felnőttek és gyermekek is csatlakoztak a vasárnapi kezdeményezéshez, közösen sétálva 10 000 lépést a Kerekvilágház alapítványért. Közel 1000 fellépő és több mint 6 000 látogató. Idén is Martonvásáron rendezték meg a Magyar Népdalnapját. A fél évtizedes jubileumát ünneplő esemény a térség legjelentősebb népzenei fesztiválja, melyen idén a szomszédos országok is bemutatkoztak. A Magyar Népdal egyetemes és örök. Ezt az örökséget a népdal és a népzene szeretetét hivatott továbbadni a fesztivál is. A Magyar Népdal napját 2014 óta szervezik meg Martonvásáron. A fellépők száma az több mint 1000. Az önkéntesek száma az több mint 200. A szervezők száma is körülbelül egy olyan 50 fő, és a látogatók száma, hát arról még pontos összegzésem nincsen, de biztos, hogy 5000, 6000, 7000 környékén vagyunk. Mennyire lett országos ez a rendezvény? Ugye nem Budapesten tartják, és ez, ha jól tudom, 5 évvel ezelőtt rendeztétek meg először, akkor azért kérdőjelként álltak, hogy miért pont Martonvásár lesz a helyszín. Hát a válasz erre nagyon-nagyon-nagyon jó, ugyanis Martonvásáron már a 70-es években általános iskolában oktatták a néptáncot. Kiváló néptánctanárok jöttek ide, és felvállalták azt a küldetést, ami a népdal és a néptáncoktatásnak a különlegessége. És nem véletlen, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor Tamás megkeresett bennünket, Kunos Tamás, akkor Martonvásárváros önkormányzata tárt karokkal fogadta ezt a kezdeményezést, és nagyon örülünk, hogy mi lehetünk ennek a házigazdái. Lesz, gondolom, jövő évben is hasonló rendezvény, már készültök erre, gondolkodtok rajta? Folyamatosan egyébként. Már az egész szervezési folyamat arról szól, hogy igen, akkor ezt jövőre majd, vagy a következő alkalommal, úgyhogy igen, mindig mennek az ötletelések. Az idei fesztivál egyik különlegessége és feladata az volt, hogy bemutassa a V4 országok közös örökségét is. Cseh, lengyel és szlovák előadók együttesek kaptak meghívást a fesztivál 4V ünnepére, vagyis a vasárnapi vendégváró vigasságra. A nagy színpadon fellépett mások mellett a világhírű cseh morva énekesnő és hegedű művész Iva Bitová, a fesztivált pedig a Magyar Állami Népi Együttes Megidézett Kárpátok című előadása zárta. A magyar színpadi néptánc művészet történetében először mutatták be egy antológia keretében a Kárpátalján élő népek, magyarok, ukránok, ruszinok, huculok, románok sokszínű és gazdag tradicionális kultúráját. Ez egy nagyon érdekes műsor, hiszen a mai nap lényegében a V4 egyében telik, például most is a színpadon egy
egy cseh fellépő van. Nekünk az együttesben van egy olyan előadásunk, ami szinte azt lehet mondani, hogy a Kárpátok vonulatának segítségével mutatja be a magyar, a ruszin, a szlovák, a lengyel táncokat. Tehát ebben az előadásunkban is például gorál is lesz, de ugyanúgy a kárpátaljai, máramarosi románok tánca is megtalálható lesz. Tehát ez igazából egy autentikus néptánc műsor, ami lényegében a Kárpát-medencével egymásra ható népdalokat mutatja be. Tehát amelyeket lehet, hogy esetleg román nyelven énekelnek Máramarosban, de ennek a változata, hogy megvannak magyar népdaloknál is, és ezeket tánccal, muzsikával fogjuk végigvezetni a közönséget. Gyakorlatilag választ is kaptunk arra a kérdésre, hogy hogyan kerül ide Csehország, Szlovákia és Lengyelország a magyar népdalnapjára. Igen, pontosan ez egy közös örökség. Tehát az együttélés, akár a régebbi világban is nagyon sok egymásra hatás van a muzsikákban. És ugye maga a barátság is ezekkel az emberekkel már elég régóta fönnáll, tehát mi azt igyekszünk a zenével megmutatni, hogy milyen gyönyörűen hatnak ezek egymásra. Tehát pontosan úgy lesznek végezve. Nagyon érdekes dolog az, hogy mit tudom én, megszólal egy gyönyörű karácsonyi ének, ami a ruszinoknál van Kárpátalján. Ennek a variáció megjelenik, ami a cigányoknál is megtalálható mind a mai napig, és a végén pedig egy Mária ének, amely egy magyar népdal. Mindegyik ugyanaz a típus, ugyanaz a történetet vezik, mindenki a sajátját látja benne, de mégis egy gyökérről fakad az egész. Említettem, hogy ezt az örökséget védeni és átadni is kell, hogyha szétnézek, akkor szerencsére sok szép fiatal arcot lehet látni, mi a tapasztalás a színpadról. Én tegnapi napon is fölléptem itt a Prímás találkozóval, és jó volt azt látni, hogy este felére hogyan telik meg az udvar. Most még, mikor a nap erősen süt, az emberek behúzódoznak az árnyékba, és egy kicsit széjjelébb húzódnak, de jó látni azt, hogy a fiatalság érdeklődik, tanulja ezt a muzsikát, rengetegen csinálják, tehát aki temeti ezt a kultúrát, az nagyon rossz irányba gondolkodik. Napról napra egyre többen vannak, akik szeretik a népdalt a fiatalság között, az idősek pedig örülnek ennek, hiszen ők abban nőttek fel. A fesztivál turisztikai szempontból is kiemelkedő a település életében. 5. éve csináljuk ezt a fesztivált, és ahogy a megnyitón is elhangzott, az 5 év azt jelenti, hogy ha óvodában járnánk, akkor már nagy csoportosok lennénk. Tehát annyi tapasztalatot már összegyűjtöttünk, amennyi egy óvodás nagy csoportosnak van. Kicsit komolyabbra fordítva a szót, valóban úgy látom, hogy elérkeztünk arra a pillanatra, vagy abba a helyzetbe, amikor úgy nagyjából tudjuk, hogy mit jelent ez a fesztivál Martonvásárnak, mit jelent a környéknek, és egyáltalán mit jelent az, hogy Magyarországon van egy olyan hely, ahol a magyar népdalt, a magyar népzenét, a magyar kultúrát ezen a napon ünnepeljük, magunkénak érezzük, és megpróbáljuk továbbadni is. A mai napon például itt voltak a város fiataljai, a pici táncosoktól egészen a régi szépekig, tehát a nagy százszor szépes táncosokig, és én úgy láttam, hogy élő ez a dolog. Tehát a piciktől kezdve a nagyokig mindenki megéli, megérzi, átérzi azt, hogy mit jelent a magyar népdalt és a magyar kultúrát magunkénak érezni. És egy kicsit tovább is mentünk most, hiszen nem csak a magyar kultúrát, de Közép-Európa kultúráját is megjelenítette ez a fesztivál. Itt a háttérben nemrég fejeződött be Eva Bitovának a koncertje, aki egy világhírű cseh hegedűművész, aki egyébként olyan zenét játszik, amit mindenhol a világon megértenek. Itt Martonvásáron is megértettük. Kicsit más volt, mint amihez mi hozzászoktunk, de szép volt, jó volt, és örülünk, hogy itt vannak. Turisztikai szempontból hogyan értékeli ezt a fesztivált? A háttérben, hogyha a kamerát arra lehet fordítani, akkor látszik a Brunswick-kert, amit most alakítottunk ki. Egyébként a Brunswick kastély kertjének egy részét kinyitottuk, szabaddá tettük mindenki számára, egy 2 hektáros részt közkerté tettünk, ami szintén azt szolgálja, hogy minél többen jöjjenek Martonvásárra. Évente nagyjából 50 000 turista érkezik ide. Őket szeretnék kiszolgálni többek között ezzel a fesztivállal is, és a környezettel is, és egyáltalán a város alakításával, a belváros alakításával mi arra számítunk, hogy egyre többen jönnek Martonvásárra. A klasszikus zenének az 1800-as évektől óriási jelentősége van Martonvásáron, hiszen Beethoven 2 alkalommal is a Brunswick családnál vendégeskedett. A klasszikus zenei hagyományok pedig a nyáresti koncertek keretében tovább élnek. Apró motorosok lepték el a Gáz utcát, felvonulással indult az autómentes nap itt Fehérváron. A rendezvénnyel a megnövekedett autóforgalom okozta problémákra hívták fel a figyelmet.
Benzines és dízeles közlekedési eszközök helyett ezek a mini járgányok vették birtokba a Gáz utcát, közel 400 óvodás indult útnak alternatív közlekedési járművekkel az autómentes napon. Kettő vagy éppen három kerekű járgányok, rollerek, biciklik, hát ezekkel az eszközökkel lepték el a gyerekek itt Székesfehérváron a Gáz utcát, és hát nem véletlen, hiszen az Európai Mobilitási Héthez idén is csatlakozott Székesfehérvár, és már a kicsik is tudják, hogy a biztonságos környezet, illetve az egészség mennyire fontos, ezért pattantak a járművekre. A fehérvári óvisok, iskolások is tudják, miért jó dolog környezetkímélő eszközökkel közlekedni. Mert akkor a gyerekek vidámok lesznek, és egészségesek. Könnyebb vele járni, össze is lehet csukni vele, és nem kell tankolni. A kampány célja a környezettudatosságra való nevelés. A legkisebbeket 2016-ban szólították meg először a programmal. Az óvisokat 2016-ban szólítottuk meg először, azzal, hogy jöjjenek ki hozzánk a mobilitási hétre, tartsanak velünk, hozzák el a kismotorokat, a futóbicikliket, a bicikliket, és jöjjenek velünk egy körtel lezárt Várkörúton, hiszen ez a hagyományos helyszíne az autómentes napnak. Idén a Várkörútat nem zártuk le, mert nagyon sok útfelújítás van a városban, és így is nagyon sok problémát jelentett már a közlekedésben a több út lezárás. De idén is megszólítottuk az óvisokat. Mivel évről évre többen vannak, mint ahogy itt is tapasztalható volt, több mint 360-an, ezért mindenki segítő hozzáállásával mégiscsak le tudtunk erre az időszakra zárni nekik egy útszakaszt, a Gáz utcát, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon jól érzték magukat, és jövőre is visszatérnek hozzánk. Székesfehérváron több lehetőség is adott, hogy a lakók a környezettudatos közlekedést válasszák. Nagyon fontos, hogy megmutassuk azokat a lehetőségeket, hogy nem csak gépjárművel és tömegközlekedéssel lehet Székesfehérvár útjain közlekedni, hanem igenis vannak más eszközök is erre. Azt gondolom, hogy két része kell ennek a tudatosságát osztani, egyrészt magára arra a biztonságos közlekedésre felhívni a figyelmet. Ebben a kerékpáros szervezetekkel, amelyekkel kiváló kapcsolat, elindultunk már egy úton. Én remélem, hogy ebben sokat fogunk tudni majd előrelépni, és ez a nap is arról szól, hogy hogyan tudunk nem autókkal közlekedni. Én örülök neki, hogy több mint 360 óvodás ma különböző eszközökkel, kismotorral, kerékpárral, rollerral, gördeszkával mentek egy kört, ezzel is jelezve, hogy igenis van alternatíva az autóhoz képest, mert ez pedig nyilván fontos, hogy az infrastruktúrát is fejlesztük itt Székesfehérváron, amely lehetővé teszi az ilyen jellegű közlekedést. Jelenleg mintegy 35 kilométernyi kerékpárút hálózattal rendelkezik Székesfehérvár, a következő években ezt nagyságrendekkel meg tudjuk majd növelni, hiszen a topos forrásokból mintegy 14 kilométernyi új kerékpárút fog épülni. Zajlik az előkészítése már a Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztésnek, amely jelentősen érinti Székesfehérvárt, ugye Budai úttal egészen Maroshegyig fog majd átmenni az új szakasz, nagyon sok új rész fog megújulni, új kerékpárútak is fognak ennek keretében épülni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez arra fog majd mindenkit ösztönözni, hogy minél többen használják a kerékpárt közlekedésre. Kerékpáros szervezetekkel pedig együttműködünk abban, hogy minél több intézményeknél és itt-ott, ahol lehet erre mód kerékpár támaszokat állítsunk ki. Éppen ugye a Sóstó rehabilitáció keretében a stadion együtt mintegy 300 új kerékpár támasz épül a környéken. Tehát buzdítunk mindenkit arra, hogy ezeket a létesítményeket, új intézményeket akár kerékpárral is meg lehet majd közelíteni, látogatni. A fejlesztések célja is éppen az, hogy minél többeket ösztönözzenek a biciklis közlekedésre. A város ezért a helyi kerékpáros szervezetekkel is együttműködik. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig a jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!